az apostolok közül elsőként bontotta vérét, és áldozta életét az evangéliumért. Itt vallásával erősít, folytonos pártfogásával pedig oldalmaz egy házadal, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik. Így szól az örök bölcsesség. Az igazak lelke Isten kezében van, és a halál kénye nem érheti őket. Az eztelenek szemében úgy látszott, hogy meghaltak, a világból való távozásukat barsosnak vélték, elmenetelüket megsemmisülésnek. Ők azonban békességben vannak, mert ha az emberek szemében szenvedtek is, a reményük terve volt halhatatlansággal. Kevés fenyítés után nagy jótéteményekben részesülnek, mert Isten próbára tette és magához méltónak találta őket. Mint aranyat a puhóban, megvizsgálta és elfogadta őket egészen elégű áldozatul. Az ítélet idején majd felrögyülnek az igazak, és olyanok lesznek, mint a szitra, amely a tarjon tova harapódzik. Nemzetek fölött ítélkeznek majd, és népeken uralkodnak, és az Úr lesz a királyuk mindörökre. Aki bennem bízta, akkor majd megismerik az igazságot, és akik hűségesek voltak, szeretetben állnak. Aki könnyek között vetve, majd újjon a harapba. Aki könnyek között vetve, majd újjon a harapba. Midőn az Úr hazait a Sionnak fogvai, olynak volt üreg az ott élő, azért szépből bújjongó. Aki könnyek között vette, majd bújjon, ha haladna. Fordíts, Uram, jóra sorsunkra, amint megárasztod délen a folyóka. Aki könnyek között vette, majd bújjon, ha haladna. Aki könnyek között vette, majd újjon baharadna. Sírva viszik a magot, mikor vetni indulna, de újjon vajon. A korintusiakhoz írt második leveléből. Testvéreim, a hit és a kegyelem kincsét törékeny cserépedényben őrizzük, hogy a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne önmagunknak. Mindenfelől szorongatnak minket, de agyon nem nyomnak. Bizonytalanságban vagyunk, de nem esünk kétségbe. Üldözés szenvedünk, de elhagyatottak nem vagyunk. Földre terítenek, de el nem veszünk. Állandóan hordozzuk testünkben Jézus. Alleluja! 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 Én választottalak titeket a világból, hogy menjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök maradandul legyen, mondja az Úr. Alleluja, alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek, Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben oda lépett hozzá a Zebedeus fiúknak, Jakab és János apostoloknak anyja, fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen valamit. És megkérdezte, mit kívánsz tőlem? Ő azt felelt, intézd úgy, Uram, hogy az én két fiam országodban melletted üljön, az egyik jobbon,
a másik meg bal oldalakról. És így válaszolt neki. Nem tudjátok, mit kértek. Készen vagytok-e arra, hogy kiigyátok a kelyre, amely nekem ki kell innom? Készen vagyunk, felelték. És erre így folytatott. A szenvedések kelyét velem együtt ki is szálltok ma. De hogy kívüljön mellettem jobb és bal felől, azt nem én döntöm el. Azok ülnek majd ott, akiket mennyi atyám eleve kiválaszt. Amikor a többi 10 apostol ezt meghallotta, méltatlankozni kezdett a testvér pár viselkedése miatt. Jézus magához hívta őket, és így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy a pogányoknál hogyan hatalmaskodnak a vezető emberek, akiknek nagyobb a rangja, érezteti hatalmát. Nálatok ne így legyen. Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgán. És aki első akar lenni, legyen a cselédet. Az ember fiasek azért jött, hogy neki szolgáljon, hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságból mindenkiért. Ezek az evangélium igény. Testvérek, Szent Jakab apostolnak tekintünk a mai napon is. Furcsa az imént elhangzott evangélium szakasz, hiszen nem nagyon halljuk Szent Jakab hangját, hanem inkább az édesanyját halljuk, aki protekciót szeretne szerezni fiainak. Ha csak ez alapján képzeljük el Jakab apostolt, akkor furcsa kép tárul elénk. Úgy éreznénk, mintha egy ilyen anyámasszony katonája lenne ez a Jakab, akinek szava sincs Jézushoz, aki a kérését az édesanyán keresztül adja elő. De hát mi is volt ez a Jakab apostol? Egyike a legfontosabb apostoloknak, aki mindig ott volt Jézus mellett, aki ott volt a Táborhegyén, látva Jézus szépen változását, ott volt, amikor Jajus leányát Jézus feltámasztja, fontos események szemlélője volt Jakab apostol. Aki hogyan lett Jézus apostola? Márk evangéliumában azt olvassuk, hogy mikor Jézus a galileai tenger mellett járt, meglátott két testvért, Pétert és Andrást, és megszólította őket, kövessetek engem. Ők ott vették hálóikat, és elindultak. Majd tovább menve másik két testvért látott meg, Jakabot és Jánost, akik a Zebedeussal, őket is megszólította, és első szóra ők is követték. Tehát Jakab az az apostol volt, aki számítette. Nem kezdett el vacilálni, hogy jó, kövess engem, de hát most rögtön megéri ezt nekem? Jó lesz ez nekem? Nem gondolkozott ilyeneket. Jézus szólt, kövess engem, és Jakab elindult. Mi életünkben is gyakran megszólít bennünket Jézus. Gyakran bizonyos cselekedetekre ösztönöz bennünket. És ebben apostolának szólít meg bennünket. Követésre szólít fel. Mi hogyan reagálunk Jézus megszólítására? Meghalljuk-e Jézus szavát? Tehát Jakab meghallotta a szót. Meglátta Jézus, meghallta a szavát, egyből elindult. Egyből indult, egyből követte. Valószínűleg nem tudta, mi vár rá, de mégis Jézus nem áll a szegélye. És nem várta meg. Élete végig kitartott Jézus mellett. Ebben is példa számunkra. Mert mi is tettek készek lenni, amikor felismerjük Jézus pusztítását, ne vacilláljunk, ne fogjáljunk a jóra, követelni majd holnap. Megteszem a jót, de majd holnap. Majd szeretném vele barátod holnap. Nem. Ahogy a Jakab egyből cselekedett, mi is pedig a bátran, és pedig a bátran. Egyből is már az egyből, egyből Jézus apostolává válni, egyből vele barátod szeretném megjönni, tudjunk lenni. És Jakab ezt nem csak egy hirtelen megindulásról tette. A választ is tudjuk, hogy mennyit is írja, hívták Jakabot és János, szerint hirtelen haragmenderek voltak. De mégis emelett a hirtelen harag mellett, volt egy
nagymértékű Krisztushoz ragaszkodás, és egy tanúságtétele a nyitottság. Lehet, hogy vélem, mindig a mennyi Atya akaratát cselekedte. Mindig az Atya szándéka szerint döntött. Véletlen hát, hogy Jakabot és János megszólította, őket választotta ki apostolának. Vagy éppen azért, mert azok a helyek Jakabnak, Jánosnak, Péternek, Andrásnak, Fülöpnek, Bertalannak voltak fenntartva, mint apostoloknak, akik Jézus nyomába szegődve hallották nap, mint nap Jézus tanítását, látták csodáit, és János apostol kivételével mindannyian életüket áldozták Krisztusnak. Krisztusért, az evangéliumért, Isten országáért. Jakab tehát vállalva Krisztus követésen járó fáradtságot, nehézséget, üldöztetést, megpróbáltatásokat, mégis Krisztus követője lett. Valóságot is tett kitérő. Könyörgésben is, Szentmise könyörgésében hallottuk, ő volt az első apostol, aki vérét ontotta Krisztusért. Az apostolok cselekedetében olvassuk, hogy Herodes király végeztette ki, csak a zsidó kerületben járott, és látva ezt ennek sikerét, Péter is ki akarta végeztetni. A Péter apostolnak még akkor feladata volt. Jakab életét adta Krisztusért. Ahogyan annak idején tetrekészen Jézus nyomába szegődött, ugyanúgy vállalta érte a halált is. Nyilván mi 2000 évvel később nem ezért szegődünk Krisztus nyomába, nem ezért akarunk Krisztus kitartásáról, nekünk is előtt kell merítenünk. Igen, én is ugyanúgy Krisztus követője akar lenni. Igen, én is akarom valamit hétenni. És lehet, hogy nekem is ki kell majd írnom a szenvedés kejhét, amiről beszél Jézus, de nem úgy, mint az apostolok tették, hogy értelmesen révén, hanem a hétköznapokban van az apró helytállások révén, nap mint nap megélnek ütemet, nap mint nap tanúságot ér arról, Krisztus tanítvány vagyok, nap mint nap megélve a főparancsnak szeretetet, Istenet, teljes szívedet, teljes lelkeddel, felemeláltatni, mint saját magadat. Lehet, hogy erre hív bennünket Jézus, és ehhez kell rendünk is tennünk a szenvedés kejjét. Majd amikor a Zsoltán is fogalmaz, veszem az üdvösség kejhét, és segítségünk mind az Úr nevét. Üdvösség kejhét, amelyik a szenvedés kejhét is. Mire akar ezzel tanítani bennünket Jézus? Nekünk is követésünk nem csak örömből, nem csak sikeredből, nem csak az Isten bűsös áldásának elfogadásából. Része keresztényeknek a szenvedés is, a keresztfordulás is. De ez a szenvedés, ez nem egy önsajátítás, nem egy olyan szenvedés, amelyet önmagáért keres az ember, hanem elfogadja a keresztényeknek a szenvedés, mely az üdvösségre visz. Ahogyan Jézus is vállalta értünk a kereszthalált, elfogadta a szenvedés, nem azért, mert öngyilkos akar lenni, hanem mert a kereszt halála által és feltámadása révén nyitottan egy számunkra az örök élet kapját. Krisztus szenvedése az örök üdvösség felé vezet bennünk. Így legyünk a Krisztus üdvösség elé, így velünk készek mi is élni a szenvedés elé, melyet Jakab apostol is kész volt élni, mert kész volt elfogadni, mert tudta, hogy mindez az örök üdvösségre segít el, ahol a valók a Szent Leckében is. Hittem azért szóltam, és mi is hiszünk, ezért beszélünk, és mi hiszünk, az Úr Jézus feltámadt a halálból, és bennünket is feltámaszt. Vagyis ezt hittünk alapja, és minden szemben is elfelé mutat. Lehet, hogy ebben a földi életben megpróbáltatások, üldöztetések, szenvedések, kudarcok, tragédiák érnek bennünket, de mindezek a szenvedések az örök üdvösségben vezetnek, feltámadás dicsősége felé, melyben mindannyiunkat részesíteni akar, ami mond Jézus Krisztus. Valamiről olvassuk, hogy Jézus így beszél tanítványaival, hogy azért, hogy utána az embereknek életük legyen és bőségben legyen. Vagyis nem azért, hogy mi szenvedjünk, hanem azért, hogy boldog legyünk, már itt ezen a földön is, de főleg a mennyei dicsőségben. Jézus ezt akarja. De ahhoz, hogy mennyei dicsőség felnyerjük, vállalnunk kell a szenvedést is, ahogyan Jakab apostol is tette. És a mai napon, amikor feltekintünk
egyházközségünk és templomunk védőszentjére, ezt akarjuk megtanulni tőle. Merjünk mindig megtenni mindazt, amire Krisztus bennünket kér, merjünk Krisztus bátor követői lenni, fogadjuk el mi is a szenvedés helyét, ez üdvösség helye számunkra, mely segít bennünket örök életre eljutni, hogy egykor majd ellen szeretteinkkel, összes angyalokkal és szentekkel együtt végnélkül örvendezhessünk mennyei hazában. Ehhez kérjük Szent Pál apostol segítségét, aki már ezt utat végigjárta, aki jól járta végezt utat, és megmutatta, hogyan kell nekünk is életünk útját végigjárni, hogy célba érhessünk, és elérhessünk az örök boldogságot. Ezért imádkozzunk templomunk búcsúját, erre kérjük az Úristen áldását, és Szent Pál apostol segítségét. Thank you.
szemünk, tisztíts meg minket, fiat szenvedésének üdvösség szerző keresztségével, hogy kedves áldozatot mutassunk be neked Szent Gyakor ünnepén, akit apostolaid közül elsőnek tettél, Krisztusunk kegyének részesévé, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Az volt egy emelete, és a kereketbe emeljük föl szívünket. Lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, dicsőséges vértanúkkal, Szent Jakab apostollal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásnakkal bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatot hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hívvelé szeretetben, Földi Zolánó útján járó egyházadat, szolgálat Ferenc pápánkat, Csaba érsekünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltó népedet. Teljes és kegyesen házad népe kérései, hiszen Te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos Atyám, mondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóló valamennyi gyermekedet. Elbűnt testvéreinket pedig. Irálta üveleg és ő bennem, a hét mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, minden hentkes örökké. Amen. Üdvözítünk parancsálva, én és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyám, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, Isten barátom, elveszed a
Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlék volna jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Köszönöm, hogy eddig ünnepeltünk. Kívánok kedves testvéreknek további
kellemes ünnepét, az Úristen bőséges áldását. Most pedig a körben következik. Szolgálatát, akik ezt a búcsú ünnepségünket még inkább szebbé tették, a legkisebb szolgálatáért is, Isten fizesse meg nekik bőséges áldásával. További szép ünneplést kívánok, jó étvágyat az ebédre, minden további szép napot kívánok minden viszont. Boldog asszony anyám,